Lelassult a közlekedés, téliessé váltak az útviszonyok péntek reggelre Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Sokba kerülhet, több millió forintot kockáztathat az, aki alkohol vagy kábítószer hatása alatt okoz közúti balesetet. Iskolakerülők, rendőrök, gyermügyisek, valamint a Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai közösen tartanak ellenőrzéseket, csellengőket keresnek. Téliessé váltak az útviszonyok péntek reggelre Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az ország egyes régióiban jellemzően hó, havas eső vagy ónos eső esett, ami jelentősen lelassította a közlekedést. Hétvégére a Tiszántúlon több helyen további havazás és havas eső várható. Lelassult a közlekedés Nyíregyházán, miután megérkezett a havazás. A csúszós utak miatt az autósok is óvatosabbak voltak, de azt mondják, készültek a havazásra. Annyira nem lepett meg, mivel már előre jelezte az időjárás. Fel van készülve az ember, tél van. Mennyire csúszik az út? Hát az csúszik, még téli gumival is. Tehát vigyázni kell, óvatosan kell menni. Pótolókkal találkozott? Igen, találkoztam. Csak hát gondolom ilyenkor az autópályákat takarítják, ami elsődleges. Igen, takarítják. A sétáló utcát is, külön járdákat is, úttestet is. Találkoztam velük. A Magyar Közút és a Nyír VV gépei is folyamatosan takarítják az utakat Nyíregyházán. A hosszantartó, illetve folyamatos havazásra számítunk, így vissza fog fehéredni a város, de hát folyamatosan kint lesznek a gépeink, kollégáink, így a takarítás is folyamatos lesz. Előre láthatóan holnap reggelig fog havazni kisebb-nagyobb intenzitással, tehát ez azt jelenti, hogy a mellékutak, illetve a főbb közlekedési utak is változó mennyiségben, de hóval fedettek, illetve latyakosak lesznek, illetve lesz természetesen az időszak is, amikor vízesek lesznek, sónedvesek az utak. A következő órákban folyamatos hóesésre 10 és 25 cm közötti hómennyiségre kell számítani. A nagyforgalmú utaktól, illetve tömegközlekedési útvonalaktól kezdjük mindig a síktalanítás műveletét, és így haladunk ki ebbe a kisebb forgalmú, alsóbrendű utak felé. Azt tudni kell, hogy a mellékutakon csak 10 cm hóesést követően kezdjük el a síktalanítás műveletét. Az előrejelzések szerint a hétvégén az ország egy részén akár 15-20 cm friss hó is hullhat. A meteorológiai szolgálat ónos eső miatt adott ki riasztást a megyére. Több millió forintot kockáztathat az, aki alkohol vagy kábítószer hatása alatt okoz közúti balesetet. 2017-től az eddigi 1,5 millió forint helyett akár 5 milliót is behajthat rajtuk a biztosító. Az általunk megkeresett Alkusz a kötelező gépjárműfelelősség biztosítás idei változásaival kapcsolatosan megemlítette azt is, hogy a fedezetlenségi díjat már csak 5 évig visszamenőleg szedhetik be a biztosítók a korábbi korlátlan időtartam helyett. Egyes felmérések szerint az ittas vagy bódult állapotban vezető sofőrök okozzák a személyi sérüléssel járó balesetek mintegy 10%-át. A rendőrök gyakran ellenőrzik a sofőröket, legutóbb decemberben szondáztattak a nagyobb településeken. Azonban januártól több millió forintot kockáztathat az, aki alkohol vagy kábítószer hatása alatt okoz közúti balesetet. Hogyha kötelező felelősségbiztosítás terhére okoz valaki kárt, és netalántán alkoholos befolyásoltság alatt állt, vagy netalántán kábítószert fogyasztott, akkor a biztosító ráterhelheti a kárkifizetési összeget, ami eddig 1,5 millió forintig terjedhetett, és ezt most megemelték 5 millió forintra. Tehát nagyon oda kell figyelni minden autósnak, hogy milyen befolyásoltság alatt is, milyen állapotban ül be a gépjárművébe, és hogy mennyire figyel oda, hogy ne okozzon kárt senkinek. Az Alkusz a kötelező biztosítással kapcsolatosan kiemelte, most kevesebben váltottak biztosítót. A január 1-es kockázatviselési kezdetű szerződéseknek ugye novemberi váltási időszaka most ért véget, tehát most dolgozzák fel a biztosítók ugye az új szerződéseket. Azt tapasztaljuk, hogy lényegesen kevesebb volt a biztosítók váltóknak a köre, jóval kevesebb a tavalyihoz és a tavaly előttihez képest. Az Alkusz hozzátette, a kötelező gépjármű felelősség biztosításnál további változás, hogy a fedezetlenségi díjat, amikor az autós nem fizeti kötelezőjét, ettől az évtől már csak 5 évig visszamenőlegesen szedhetik be a biztosítók a korábbi korlátlan időtartam helyett.
Még mindig sok az iskola kerülő. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében többek között rendőrök, gyámügyisek, valamint a család és gyermekjóléti szolgálat munkatársai közösen tartanak ellenőrzéseket. Csellengőket keresnek köztereken, bevásárlóközpontokban és vendéglátóhelyeken. A megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályvezető helyettese televíziónknak elmondta, volt már olyan, hogy körözött fiatalkorúval találkoztak akciójuk során. Rendőrök, gyámügyisek, pártfogói, felügyelők, valamint a család és gyermekjóléti szolgálat munkatársai közösen járőröznek Nyíregyháza belvárosában. Csellengőket, iskolából lógó fiatalokat keresnek. Amennyiben gyerekkorú szeméről van szó, abban az esetben vissza kell szállítanunk a gyermekkorút az oktatási intézménybe. Fiatalkorúk esetében nincs ilyen kötelezettségünk, de minden esetben értesítjük az iskolát. Ők pedig visszajeleznek, hogy igazoltan vagy igazolatlanul volt-e távol a oktatási intézménytől a fiatalkorú. Ezen felül még természetesen a körözési rendszerben is ellenőrzik a kollégák a fiatalokat. Több esetben előfordult már, hogy körözött fiatalkorút is sikerült feltalálnunk. Tehát mindenképpen hasznos, és úgy gondolom, hogy van egyfajta megelőző jellege. Télen az iskola kerülők behúzódnak a hideg elől, legtöbbször vendéglátó helyeken vagy bevásárlóközpontokban akadnak rájuk az ellenőrzést végzők. Ezek a felvételek a Korzóban készültek, a bevásárlóközpont vezetősége és biztonsági szolgálata együttműködik a rendőrséggel és annak társszerveivel, ezért itt is rendszeresek az iskola kerülők felkutatása. Lányok és fiúk csak ülnek a padokon, beszélgetnek, és akad köztük olyan, aki még azt sem tudja, hogy hívják az osztályfőnökét. És az osztályfőnököt? Azt tényleg nem tudom. Amennyiben valakinek 10 órát meghaladó igazolatlan hiányzása van, azt az iskola jelzi a nyíregyházi család és gyermekjóléti szolgálat felé. A szolgálat szakmai vezetője televíziunknak elmondta, 30 óra feletti lógásnál már a szülőket is beidézik a szabálysértési hatósághoz, 50 óra igazolatlan hiányzást követően pedig már a kormányhivatal gyámügyi osztályához kerülhet az ügy. 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a gyámügyi osztály az iskoláztatási támogatás, azaz a családi pótlék összegét felfüggeszti, illetve a gyermeket ilyen esetben védelembe veszi és magatartási szabályokat ír elő annak érdekében, hogy a gyermek, a tanköteles korú gyermek a tankötelezettségét teljesíteni tudja 16 éves koráig. Statisztikák szerint az előző tanévben országosan közel 6000 általános iskolás gyermek családját büntették pénzmegvonással. Az igazolatlan mulasztás problémája az jellemzően általános iskola felső tagozatára jellemző inkább, illetve középiskolai korosztályra. Az 50 órás igazolatlan mulasztási jelzési kötelezettsége miatt ugye nagyon sok esetben tudunk már eredményesek lenni a családoknál, hogy több igazolatlan mulasztás ne forduljon elő, de ennek ellenére vannak kirívó esetek is, vannak olyan tanulók, akik gyakorlatilag a tanév teljes idejében nem járnak iskolába, és nem teljesítik a tankötelezettségüket. A szakmai vezető hozzátette, a 2016-os évet értékelő statisztikával január végére készülnek el. Új, fenntartható munkahelyek létrehozásával, illetve magasabb bérekkel lehetne segíteni a szegénységben élőknek Magyarországon, jelentette ki nyíregyházi tájékoztatóján Mesterházy Attila, az MSZP országgyűlési képviselője. Az ellenzéki politikus szerint fontos továbbá a megélhetés költségeit csökkenteni. Ehhez konkrét javaslatai is vannak a pártnak. Az alapvető élelmiszerek áfáját a legkedvezményesebb körbe kellene besorolni, illetőleg bővíteni kellene ezeknek az élelmiszereknek a körét, hiszen általában azok az emberek, akik nehéz körülmények között élnek, ezekből a javakból fogyasztanak a legtöbbet. Éppen ezért itt kell a csökkentést erőteljesebbé tenni. És a másik ilyen javaslatunk az pedig abból fakad, hogy a világpiacon most már tartósan nagyon alacsony a kőolaj világpiaci ára, tehát magyar az energiahordozókhoz olcsóbban lehet hozzájutni, és a mi számításaink és a nemzetközi szakértők számításai szerint a kormány hiába propagálja folyamatosan a rezsicsökkentést, de az elmúlt években nem adta oda a fogyasztóknak azt a csökkenést, amit a világpiaci árak egyébként lehetővé tennének.
5%-ra csökkenteni a tűzifa áfáját a Jobbik, közölte Földi István a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Bár a szociális tűzifa program nagy segítséget jelent a rászoruló családoknak, a megyei képviselő szerint az így szétosztható mennyiség nem elég. A politikus hozzátette, az elmúlt időszakban már 80-an vesztették életüket a hideg időjárás miatt az országban, közülük 27-en saját otthonukban a fűtés hiánya miatt haltak meg. Az áfa csökkentés ezért lenne fontos a tűzifa esetében. Ennek több oka is van, ezek kézzelfogható okok, amelyekre az emberek a saját bőrükön is tapasztalatot tudnának szerezni. Az egyik részéről az, hogy olcsóbban jutnának a tűzifához, a másik része pedig az, hogy megszűnének ezek az illegális különböző szereknek az égetései, mint például gumiabroncsok, palackok, és ezáltal ezek a veszélyes helyzetek is valamilyen szinten visszatérnének a minimalizálás irányába. Közlekedési táblát döntött ki, majd villanyoszlopnak csapódott egy autó ma délelőtt Nyíregyházán a Korányi Frigyes utcán. A sofőr feltehetően gyorsan hajtott a Havas úton, ezért történt a baleset. Az anyagi kár jelentős, személyi sérülés nem történt. Vándorkiállítás indul Nyíregyházáról a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. A felkészülés második hetét zárja a nyíregyházi Telke Klub együttese. Az NTK a bennmaradást jelentő 10. helyen áll a Szuperligában, a tavaszi minimális cél pedig a helyezés megőrzése. Szombaton a nyírbátori sportcsarnokban 6 csapat küzdelmeivel megkezdődik az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatósága által kiírt téli teremtorna. Vándorkiállítás indul Nyíregyházáról a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából. A tárlaton a középkori templomok útja legszebb épületeit láthatják az érdeklődők, amelyek a Felső-Tisza vidéket teszik még különlegesebbé. A megyei területfejlesztési és környezetgazdálkodási ügynökség kiállítása elsőként a Korzó bevásárló központban február 12-ig látogatható. A középkori templomok tekintetében a Felső-Tisza vidék az egyik leggazdagabb régió a Kárpát-medencében. Nem csak számuk, művészeti értékük is igen jelentős. Az épületek különlegességét többek között az adja, hogy a középkor és a reformáció korának öröksége egyszerre látható bennük. A fejlesztési ügynökség tervei közt szerepel, hogy ebben az évben kibővítik a programot 35 templommal, ezek közül 10-et felújítanak és 23-at látogatóbarátá alakítanak. De további pályázatokat is megvalósítanak majd. A megye 4 nagy tájegységére épülő projekteket jelent, amiben szintén a turisztikai fejlesztések széles spektruma mellett szintén megjelennek a műemléktemplomok helyreállítási igényei is. Ez egy közel 1 milliárdos beruházási értéket jelent. És mindemellett szeretnénk más irányban is terjeszkedni, hiszen jelenleg tárgyalások folynak Hajdú-Bihar és Bihar megye felé való terjesztés kapcsán, ugyanis ki akarjuk terjeszteni a templomutas programot ebbe az irányba, valamint nem szabad megfeledkeznünk Kárpátaljáról sem. A reformáció korának Szabolcs megyei örökségét bemutató tárlat február 12-ig látogatható a Nyíregyházi Bevásárlóközpont második emeleti folyosóján. A felkészülés második hetét zárja a Nyíregyházi Telke Klub együttese. Az NTK a bennmaradást jelentő 10. helyen áll a Szuperligában, a tavaszi minimális cél pedig a helyezés megőrzése. December elején a Győr elleni hazai vereséggel zárták a bajnokság első felét a nyíregyházi tekézők, akik a mérkőzést követően csak január 2-án edzettek ismét a Városi Stadion csarnokában. Az egy hónapos pihenő után némi időre van szükség ahhoz, hogy ismét formába lendüljenek a játékosok. Finta Zoltán szerint a jövő hétvégén esedékes folytatásig mindenki eléri majd a szükséges formát. Elég hosszúra sikeredett ez a mostani pihenő, mert azért már december közepén leálltunk, és az ünnepek azért megviselik az emberek hasát, azt lehet mondani, tehát mindenképpen mozgásszegény időszakot élnek a játékosok, függetlenül attól, hogy egyénileg természetesen mindenki azért egy kis kocogással még szokta színesíteni általában az új évet, de ettől függetlenül mindenképpen nagyon nehéz felkészülni. Az első edzések még mindig a mozgás visszanyeréséről szólnak, úgyhogy csak ilyen gyakorló edzések vannak, tehát ugyanúgy, mint egy nyári leállásnál, előbb 60 dobással, majd 90 dobással, és utána csak a 120 dobást szoktuk elkezdeni. Tehát
mindenképpen rá kell hangolódnunk, és ez az első hét ez körülbelül erről szólt a csapatnak, már aki tudott jönni a munkai elfoglaltságán felül, úgyhogy azt lehet mondani, hogy mindenképpen bele kell rázódnunk. Az NTK ősszel 11 forduló alatt 2 győzelmet szerzett, és ezzel a 10. a 12 csapatot számláló szuperligában. A papírforma alapján tavasszal 3-4 meccset meg kell nyerniük a nyíregyháziaknak, akik ezzel bebiztosítanák tagságukat a legmagasabb osztályban. Én azt mondom, hogy ebben a sportágban könnyű sorsolás nem létezik. Minden meccset nagyon komolyan kell venni, helyel közel. Egyforma erős ellenfelek fognak hozzánk látogatni az elkövetkezendő fordulókban. Én úgy gondolom, hogy több pontot szeretnénk szerezni, mint az őszi fordulóban. Erre reális esélyünk is megvan. A bajnokság január 21-én folytatódik. A tavaszi nyitófordulóban az 5. helyen álló Szolnok látogat Nyíregyházára. Szombaton a nyírbátori sportcsarnokban 6 csapat küzdelmeivel megkezdődik az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatósága által kiírt téli teremtorna. Vasárnap Demecserben, Tiszavasváriban, Leveleken, Újfehérton és Csengerben folytatódnak a selejtezők. A középdöntőket egy héttel később, a 8-as döntőt pedig január 29-én rendezik meg. Több mint egy évtizedes múltra tekint vissza az alacsonyabb osztályú megyebeli futballcsapatok felkészítését segítő kispályás téli teremtorna. A Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatósága idén is lehetőséget kínált a 128 megyei első, másod, illetve harmadosztályú együttes számára, hogy jó körülmények között készülhessenek a tavaszi folytatásra. A Nyírerdő kupán a tavalyival megegyező létszámú csapat lép majd pályára. 36 csapat adta be a nevezését, az egész megyét lefedi, ezt nyugodtan kijelenthetem. A megye 6 csarnokába fognak most hétvégén futballozni a csapatok, Nyírbátorba szombaton, a másik 5 helyszínen pedig vasárnap fognak játszani az együttesek. Mindenhol 6 csapat lesz, csak és kizárólag területi alapon osztottuk be, tehát ez azt jelenti, hogy nem osztálybajnoki osztály szerint, tehát vannak megyei, megye 2-es, megye 3-as csapatok is folyamatosan vegyesen. Az első 4 helyezett jut tovább innen az elődöntőkből a középdöntőkbe, a középdöntőket jövő hétvégén rendezzük, ugye 4 helyszínen, 24 csapattal, és hát mind a 4 középdöntőből majd az első 2 fog kvalifikálni a nyíregyházi 8-as döntőbe, ami szintén már hagyomány, hogy évek óta a Filófoci csarnokban lesz majd január 29-én. Mivel az átigazolási szezon január 15-én kezdődik, és február 15-ig tart, a szervezőknek szabályozniuk kellett, hogy a csapatokban milyen státuszban lévő játékosok szerepelhetnek a tornán. Csak olyan labdarúgó tud pályára lépni minden egyes klubnál, aki az egyesület igazolt labdarúgója, érvényes versenyengedéllyel és érvényes sportolósival rendelkezik. Az átigazolási időszak most a csoportmérkőzésekkel nem kavar be, hiszen vasárnap kezdődik, de ugye hétfőn van nálunk az első ügyfélfogadási nap, így most csak azok tudnak játszani, akik már ősszel is az adott klubnak a játékosai voltak. A mérkőzéseken 5+1 játékos szerepel, palánk nélkül kézilabdakapura játszanak a csapatok. Minden helyszínen 15 meccset rendeznek, a program reggel 8 órától délután 5 óráig tart. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Téliessé váltak az útviszonyok péntek reggelre Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. Az ország egyes régióiban jellemzően hó, havas eső vagy ónos eső esett, ami jelentősen lelassította a közlekedést. Hétvégére a Tiszántúlon több helyen további havazás és havas eső várható. Több millió forintot kockáztathat az, aki alkohol vagy kábítószer hatása alatt okoz közúti balesetet. 2017-től az eddigi 1,5 millió forint helyett akár 5 milliót is behajthat rajtuk a biztosító. Még mindig sok az iskola kerülő. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében többek között rendőrök, gyermekügyisek, valamint a család és gyermekjóléti szolgálat munkatársai közösen tartanak ellenőrzéseket, csellengőket keresnek. A Kölcsei Televízió híradóját látták január 13-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn várjuk majd Önöket, a hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a krónikát láthatják. Tudósításainkat elérhetik weboldalunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! We'll be right back.
Holnap változóan felhős időre számíthatunk havazással, egy hullámzó frontrendszer alakítja a Kárpát-medence időjárását, felhőzetéből sokfelé várható ismétlődő csapadék általában havazásra, helyenként havas esőre lehet számítani. Az éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, sokfelé várható ismétlődő havazás, a déli majd a nyugatira forduló szél megélénkül, reggelre általában mínusz 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felszakadozik, csökken a felhőzet, majd közepesen felhős idő várható, hózápor, havazás szorványosan előfordulhat, délutánra 0 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van. A következő napokban változékony, ismét hidegebb téli időre van kilátás, vasárnap a változóan felhős ég mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, és csupán néhol fordulhat elő kisebb havazás. A hét közepén csaknem mindenütt beborul az ég, és egyre több helyen várható havazás, kifejezetten csípősnek ígérkeznek az éjszakák, és a legtöbb területen fagyosak lesznek a nappalok.